Szia! A németben számos kifejezési forma van az elköszönésre. Ezek azonban nem teljesen szinonímák, hanem árnyalatnyi különbség van a különböző kifejezések között. Bis gleich, bis später, bis nachher, bis dann, bis dahin, bis bald. Bis gleich. Ezt a köszönést akkor választ, hogyha a következő percekben, vagy legkésőbb egy-két óra múlva látod az illetőt. Például egy munkahelyi szituációban, hogyha reggel valakivel találkoztok, és később lesz egy megbeszélésetek. Es ist 8 Uhr, die Besprechung ist um 9 Uhr. Reggel 8 óra van, 9 órakor lesz a megbeszélés, tehát a nagyon közeli jövőben újra látjátok egymást a gleich szó jelentése azonnal rögtön. Bis später. Ezt a kifejezést akkor használhatod, hogyha ugyanazon a napon fogtok találkozni, de mindenféleképpen később, mint az első példa esetében. Például, hogyha reggel valakivel találkozol, és délután fogtok újra találkozni. Es ist um 8 Uhr, die Besprechung findet um 15 Uhr statt. Státfinden jelentése valami megtörténik, lezajlik. Tehát reggel 8 óra van, délután háromkor kor zajlik a megbeszélés. Ebben az esetben úgy köszönhetsz el bis später. A später jelentése később. Szinonimája bis nachher. Később találkozunk. Bis nachher. Hast du am Abend Ich koche für uns. Van este időd? Én főzök magunknak. Ich habe Zeit. Um 18 Uhr. Nekem van időm. Ich habe Zeit. Hatkor. Gen. Szívesen. Wir sehen uns nachher. Ich freue mich drauf. Bis nachher. Örülök neki. Azaz a találkozónak bis nachher. Ebben az esetben is ugyanazon a napon fogunk találkozni, azonban már később, mint a bis gleich elköszönés esetén. Heute ist Montag, Ulla und Maike verabreden sich. Sie sehen sich am Freitag wieder. Sie verabschieden sich. Bis dann! Ebben a szituációban ugye hétfő van, és Ulla és Mike megbeszélnek egy újabb időpontot. Pénteken újra fogják látni egymást. Ziffer Absídenzich elköszönnek egymástól. És ebben a szituációban lehet mondani, hogy biztán a következő napokban fognak találkozni. Azt is lehetne mondani, hogy bizt freitag, pénteken találkozunk. Biztán, ebben az esetben ugye a találkozó a következő napokban, de mindenféleképpen egy belátható időn belül megtörténik. Bizpáld, ebben az esetben nincs egy konkrét dátum, amikor öm, találkoznak. A báld jelentése nem sokára. Ulla hat am montag urlaub. Nach dem urlaub, sehen Ulla, und majke sich wieder. Sie haben kein festes datum. Bis bald! Így köszönnek el. Ullának hétfőtől szabadsága van, vagy nyaralni megy. A szabadsága után, vagy a nyaralás után Ulla és Májke újra látják egymást. Nem beszélnek meg egy konkrét időpontot, de biztos, hogy találkozni fognak. Ebben az esetben úgy köszönhetnek el, hogy bis bald. Nem sokára találkozunk. Es ist Freitag. Jana sieht ihren Freund am Montag wieder. Péntek van. Jana a barátját hétfőn újra látja. Ebben az esetben mondhatja, hogy BISZ mondták, hogyha a következő napokban történik, de egy héten belül, vagy hét napon belül, akkor mindig mondhatod, hogy bisz mondták, vagy a bisz és a nap. Ha ugye egy hétfőre beszéltek meg találkozót, viszont két hét múlva, akkor az irritáló, hogyha azt mondod, hogy bisz mondták, hogy pontosan melyik hétfőről is van szó. Bis dahin. Bis dahin alles Gute. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mind a két mondatot úgy is fordíthatjuk, hogy addig is minden jót kívánok. Wie schön, dass wir uns endlich treffen konnten. Wir müssen es wiederholen. Bis dahin. Milyen jó, hogy végre tudtunk találkozni, ezt muszáj megismételni bis dahin. Addig is viszlát. Ugye dahin jelentése addig, odáig, vagy szövegkörnyezettől függően, hogyha egy helyre utalunk, akkor a jelentése oda. Bis dahin. Addig is viszlát. Egy viszonylag formális módja az elköszönésnek a fiderzien. Itt a példa, Ich bin in der Apotheke. Der Apotheker war nett. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. A gyógyszertárban vagyok. A gyógyszerész kedves volt. Elköszönök. És ebben az esetben ugye mondom, hogy auf Wiedersehen. Ez egy relatív formális elköszönés. Abban az esetben, hogyha olyantól köszönünk el, akit nem igazán ismerünk, vagy egyáltalán nem ismerünk. Egy megszokott hétköznapi köszönés barátok között például. Csűsz! Amennyiben kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal, köszönöm, hogy ma is velem tanultál, illetve katt a következő videóra, hogyha még van kedved tanulni. Legyen szép napod!